Krisztusban szeretett testvérém! Anya Szent Egyházunk a következő evangéliumi részletet állítja elénk Szent Máté könyvéből. A hegyi beszédben Jézus ezt mondta tanítványainak. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt, vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy íbetű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl, akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim, most, amikor a nagybőti időszakban már egészen előre haladtunk, hiszen már a harmadik hétben vagyunk, akkor Anya Szent Egyházunk elénk állítja a hegyi beszédnek egy részletét, amiben Jézus az ószövetségi parancsokról és az újszövetségi, a saját parancsairól beszél. Mit mond? Nem azért jöttem, hogy eltöröljem a parancsokat és a prófétákat, az ószövetségi törvényeket, hanem azért, hogy tökéletessé tegyem. Tökéletessé. Hiszen az ószövetségi parancsok egyértelműek. Ezt és ezt tedd, ezt és ezt ne tedd, nem teheted. Ezt hova tökéletesíteni? Tehetnénk fel a kérdést. Ám Jézus mit tanít? Mi az új szövetségnek a parancsa? A szeretet parancs. Amikor Jézus már nem azt kérdezteti meg tőlünk, hogy mit tettem, ezt és ezt megtettem, ezt és ezt nem tettem meg, hanem azt kérdezteti meg tőlünk Jézus, amit tettél, miért tetted? Mi volt az oka? Féltél? Rettegtél az Istentől? Mert ha nem tartom meg a parancsot, akkor majd az Isten megbüntet? Érezzük, ez nem jó istenkép. Ez egy nem valós istenkép, hiszen az Isten, Jézus Krisztus odaadta az életét azért, hogy megmentsen. Azért, hogy megmentsen minden embert. És az az Isten, aki az életét odaadja az emberekért, az az Isten büntetne. Az az Isten rosszat akarna? Jézus Krisztus most a nagybőjtünknek a derekán megkérdezteti tőlünk a lelkiismeret vizsgálatainkban, a cselekedeteidben keresed-e
a szeretet parancsot? Keresed-e, hogy hol tudod megvalósítani az Isten és az embertársaknak a szeretetét? Mert az Isten szeretetében fölfele tekintek, az embertársak szeretetében pedig magam mellé tekintek. És a kettő összekapcsolódik. Az egyik a másik nélkül nem lehetséges. És pontosan ez az, amit meg kell tudnunk vizsgálnunk a saját életünkben. Mert az Isten nem receptet ad az örök életre való belépéshez. Ezt és ezt tedd, és onnantól egyenes utad lesz az örökké valóságban. Nem ezt adja az Isten. Az Isten azt mondja, találd meg az utat. Találd meg az utat, amelyben megadom neked az út irányt. Kövessetek engem, mondja Jézus. Vegyétek fel keresztjeiteket, és úgy kövessetek engem. Mert hiszen most a nagybőti időszakban, hétről hétre, péntekenként, a keresztúti áltatosságokban elmélkednünk kell Jézus kereszthordozásán, Jézusnak a szenvedésén. És ebben az elmélkedéseinkben rá kell, hogy találjunk a saját szenvedéseinkre, a saját, talán mondhatnánk így, nyomorunkra, hogy ebben hol van az Isten. És azokban a pillanatokban, amikor azt érezzük, hogy mindennek vége, amikor a legkilátástalanabb helyzetben élünk, akkor kell észrevegyük, hogy Jézus ott viszi mellettünk a keresztet. A keresztet, a szeretetnek a jelét, amely szeretet jelet nekünk is magunkra kell vennünk.